Ez a projekt a pályakezdő tanároknak a munkába állását segíti, hiszen nagyon nagy a pálya elhagyók aránya, nem csak Magyarországon, ugye ez egy európai probléma, hogy a pályakezdő tanárok viszonylag hamar elhagyják a pályát, és a legfőbb ok az, hogy nem kapnak elég szakmai támogatást a munkájuk nehézségeiben a pályakezdő időszakban. A projektnek az a célja, hogy milyen szakmai segítséget tudnak nyújtani ezeknek a pályakezdő tanároknak a képzőintézmények, az oktatóhelyek, a munkahelyek, az iskolák, amelyekben elkezdenek dolgozni. Tehát ennek a nemzetközi projektnek az a célja, hogy a jó gyakorlatokat összegyűjtsék, és egyfajta szakmai segítséget nyújtsanak a pályakezdő tanároknak. What are the main tasks of the meeting in Eger? Az EGRI értekezlet céljáról kérdeztem. Itt tulajdonképpen most kidolgozunk olyan kézikönyveket, amelyeket az igazgatók használhatnak, olyan stratégiákat, amelyekkel segíthetik a pályakezdő tanároknak a munkáját. Could you say us some words about the participants of this meeting? A projekt résztvevőiről kérdeztem, és hát ez egy nagyon nemzetközi részvétel valósul meg ebben a projektben, és most ezen az értekezleten, tehát vannak Szlovákiából, Csehországból, Hollandiából, Németországból, Skóciából. Ez azért fontos, mert a skót rendszer az nem egyezik az angollal, tehát ezért fontos ezt így kiemelni. As I know, this project is soon getting to its end, do you have any ideas for the future about this cooperation, for the cooperation of these partners? Yeah, we would like to a jövő terveiről is kérdeztem, mert ez a projekt éven belül a végéhez ér, és rávilágított arra, hogy milyen további elképzelésé vannak, hogy ez a network, ez az együttműködés milyen projektekben tud tovább lépni. Itt kiemelt két projektet, amit már beadott, két nemzetközi projektet. Az egyik egy kutatási projekt, ami egyrészt az innovációhoz kapcsolódik, a másik pedig ugye a tanár képzés kvalitásához, a tanári kvalitások minőségének javításához kapcsolódik, de ezek még a jövő tervei, tehát ezek még folyamatban levő kidolgozás alatt álló projektek.